Kósa Balázsnak hívnak. Itt a Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Karon végeztem 2009 tavaszán, a tavaszi szemeszterben építészként. Azóta pedig a doktoriskolának vagyok doktorandusz hallgatója. Ha minden igaz, akkor most szeptemberben fogok doktorálni. A Velencei Építészeti Biennálé egész komoly hagyománnyal bír már, hiszen ez a 13. Velencei Építészeti Biennálé volt. Páratlan években képzőművészeti, még a páros években építészeti biennálé kap helyet Velencében, a Giardiniben és az Arzenáléban egyaránt. Ez a két helyszíne van ennek a biennálénak. A nemzetek, akik részt vesznek ezen a világkiállításon, felépítették és felhúzták a saját pavilonjaikat, és ebbe a pavilonba kap helyet folyamatosan az összes kiállítás, így például nekünk is, magyaroknak is van egy pavilonunk, ahol mind a képzőművészek, mind az építészek ki tudnak állítani. Hogy hogyan kerültem bele ebbe a csodálatosnak mondható projektbe? Markó Balázs és Bachmann Bálint az, aki megpályázta a kurátorságát a Magyar Pavilonnak az előző évben, az építészeti biennálén, és aztán mi hozzájuk csapottunk, mint doktoranduszok, akiknek nagyon érdekes volt ez a kiállítás úgy önmagában is. Kihívás volt, hiszen beltéri installációkat még nem nagyon terveztünk. Az a 6 fő, akivel együtt dolgoztunk, doktoranduszok voltunk mind a 6-an, szerintem teljes mértékben összetudtunk hangolódni, és azt kell mondjam, hogy néha ugyan voltak kisebb-nagyobb viták, de ezek inkább szakmai, mint emberi. Mi feladatunk az volt, hogy amikor kiérünk, akkor készítsük el ezt az installációt, és amíg ez el nem készült az összes pavilonban, addig a nagy közönséget nem engedték be. Egy óriási álom volt valóra, tehát amikor másodéves hallgatóként először látogattam el a biennálira, és végignéztem ezt, akkor úgy beszélgettük sokan, hogy de jó lenne egyszer kiállítani nekünk is a Magyar Pavilonban, amit úgy igazán magunkénak tudhatunk, hogy nem csak egy munkát rakunk oda, hanem megszervezzük, kitaláljuk, fölépítjük az installációt, és talán pont ebből kifolyólag semmit nem vártam. Egyszerűen csak szerettem volna élvezni azt, hogy kint vagyunk, szerettem volna élvezni azt, hogy 6 évvel azután, hogy ezt megálmodtuk, vagy kitaláltuk, hogy milyen jó lenne egyszer ott kiállítani, ki is jutottunk. Nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze, én úgy gondolom, és ebből kifolyólag a hangulat is fantasztikus volt. Egyrészt maga a város Velence olyan közeg, ahol az ember nem tudja nem jól érezni magát, úgyhogy az emberek nagyon közvetlenek ott kint. Teljesen más világ, az a rettenetes nyugalom, ami átjárta minden porcikánkat. Örömmel mentünk be a városba, és örömmel mentünk dolgozni.
abba a közegbe mozogni, élni, lélegezni egy hónapon keresztül, amit kint töltöttünk. Szerintem életem legszebb egy hónapja volt. Remélem lesz majd még szebb, de az eddigi időszakban valami fantasztikus élmény volt kint lenni.